Bartus Attila, Gubás Gabi, Turgonyi Pál, Kismari, Csankó Zoltán, Cvetkó Sándor, Pap Vera, Surányi Imre, Perlaki István, Pápai Erika, Blaskó Péter, Hodor Tamás, Rajhona Ádám, Gárfi László. Holokauszt. A Weiss család története. Írta Gerard Green. Fényképezte Brian West. Zene Morton Gold. Rendezte Marvin Chomsky. Első rész. Viharfelhők. Hát, még szokatlan mások előtt. Szokatlan neki, annyi baj legyen, nosza! A férjem nem akar megcsókolni, de én ezt nem tűröm. József, most kéne pohár köszöntőt mondani. Barátaim, emelem poharam az ifjú párra. Kívánom Ingének és fiamnak Kárlnak, hogy legyenek boldogok. Abból az alkalomból, hogy a Weiss és a Helms család rokonságba került egymással, köszöntöm Nász asszonyomat és Nász uramat. Fiúkat Hans, és a megjelent rokonaikat és barátaikat. Köszöntöm továbbá fivéremet, Moses Weiss-t, aki eljött Varsóból, hogy ezen a szép napon velünk legyen. Moses? Köszöntöm drága feleségem szüleit, Frau és Herr Palicot. Kevesebb szót? Több pesgőt? Moses Weiss, beszélt valaki a hugoddal, mielőtt belekeveredett ebbe? Ha lehetne vele beszélni. Apa, te is mondj valamit. Mondhatok. Legmélyebb sajnálatomra a mi családunk nem olyan híres, mint az önöké. Hogy jut ez most eszébe? A fő, hogy mind jó berliniek vagyunk. Moses is. Emelem poharam az ifjú párra. Szeretett feleségemre, Hans fiamra, aki a haza szolgálatában. A lehető legjobb iskola, milyen fegyverem? Gyalogság. Magam is ott szolgáltam. Százados, második berlini lövészezred. Ezt a császárom nyújtotta át, személyesen. Most kereszt. Ennél nem is mondhatnék többet. Isten éltessen mindenkit. Régból. Gyerek, már menjünk. Remélem, táncolni mersz velem mások előtt. Jössz táncolni? Nem állhatom a környidet. Nem is használok környit. Jó illatú vagyok, anélkül is. Be! Thank you.
Fiatalok és szépek. Tudom, jár a fejedben, Mózes, hogy semmi köze a zsidó esküvőhöz. Kimért és jellegtelen, mint egy... Á, értek én mindent. Azért ne ítéljél bennünket, az ünnepeket rendesen megtartjuk. Adjuk ezt most. Inkább örüljünk annak, hogy Karl boldog. Mózes bácsi, táncoljon velem. Kicsiké, én már elfelejtettem a lépéseket. Szégyen nem adhat kosarat egy nőnek. Nem mutod meg, azt hiszem. Megbánod még. Boldog vagy, Berta? Boldog vagyok, ha Karl boldog. Miért nem válaszolsz? Válasznak szántam. Rokon szemves emberek és nagyon jó szülők. Karl se lát, se hall a szerelemtől. Igen, igazad van. Szóval, Mózes, a neve jól hallottam? Mit számít a név? Rendes család. Nem olvasol újságot? Inge még nem tudja, hogy mi vár rá. Öröm és boldogság. Ezek rendes zsidók. Az apa orvos, a nagyapa vaskeresztes. Néhány hónapot azért még várhattatok volna. Miért? Állítólag meg fogják tiltani a vegyes házasságot. Elejét vehettétek volna. Azért ne esz kétségbe. Majd figyelünk. Na. Semmi baj. Figyelj meg ezt. Nikotin érzékenység kiváló ellenszere a tea. Jobb, ugye? Igen, sokkal. Jól esett a pezsgő után rágyújtani egy szivarra. Látod, hát az egyenruhától nem leszel férfi. Mindig is érzékeny volt a gyomra. Remélem nem lesz baj a hadseregben. Ugyan már, persze, hogy nem lesz. De egyébként van már orvos a családban. Elnézést. Megtudhatnám, hogy ön milyen orvos? Nagyon jó. Rudi, légy szíves. Tehát? Van egy kis klinikám, általános orvos vagyok. Jól hallottam, hogy a fivére Lengyelországban él. Igen, én is ott születtem. De Berlinben él. Tulajdonképpen németnek tekintem magam. Itt jártam egyetemre is. Mint lengyel, hogyan vélekedik a jelenlegi politikai helyzet? Nem politizálok. Orvosi kérdésekről bármikor boldogan, de politikával nem foglalkozom. Ma már más, mint az én időmben. Igaz? Franciaországban harcolt? Igen. Ott voltam Verdunnél, Metznél. Imádkozzunk, hogy ne legyen több háború, és ne harcoljon. Ez is egy vélemény, kérem. Hindenburg tábornagy született katona. Bátor, álhatatos. És öreg. Vagyis tapasztalt. Ő majd megtanítja a német tábornokokat, amire kell, hogy tudják, hogy kell bánni ezzel a népséggel. Mire céloz? Tudom, mi van a hajtókáján. Egy jó hadseregparancsnok és leveheti. De jó, a te családodban egy ilyen lelkes katona. A nagyapárak most is ez az élete. A mama szerint le se szerelt. És mi újság Lengyelországban, Mózes Weiss? Van egy kis patikám Varsóban, úgyhogy tudok mesélni a receptekről. Örülök, hogy a vendégeim ma itt. De kérem, ne politizáljunk. Szerintem énekelni kellene. Szólj a harmonikásnak, hogy játszom valami szépet, és énekeljünk. Na, tessék, most vedd el. Amit mind tudunk. Mondjuk a Lorelei-t. Na, nincs engedélyezve. Kérem, játssza el. Nagyon illik az alkalomhoz a helyneves. Na, nekem is nagyon tetszik, de... Akkor mire vár? Nekem is ez az egyik kedvencem. Ti dobtátok ide? Nincs túl nagy rend itt, elnézést. Én nem vettem észre.
Asszonyom, a szív összehúzódásakor van egy kis zörej. Szinte nem is hallani, annyira halk, de nem igen kell vele foglalkozni. De ugye meg lehet gyógyítani. Írok fel vasat a vérszegénységre, ami ennek is jót tesz. Kímélje magát. Mozogni szabad, de mértékkel. Két kisgyerek mellett bőven van tennivaló. Hívjunk segítséget heti 2-3 alkalommal. Nem vagyunk olyan helyzetben. Legyen elnézőbb magával. Ne akarjon tökéletes háziasszony lenni, aki egész nap mos és vasal. Kár lenne egy ilyen szép asszonyért. Jelezzék, ha ez nem használ. Egyébként egy hónap múlva ugyanitt. Na? Biztos, hogy semmi komoly. Mondja meg, doktor úr. Legyenek nyugodtak. Annyira jelentéktelen a dolog, hogy akár 100 évig is elérhet vele. Megszüntetjük a vérszegénységet, és olyan egészséges lesz, mint amilyen szép. Dorf, talán csak nem az a család, amelyiknek pégsége volt a Kleinstrasszén. A fiúk vagyok. Na hát, miért nem mondta? Férjem nem szeret régi ismerettségekre hivatkozni. Én kezeltem a bárányimlőjét 10 éves korában. Hogy vannak a szülei? Apám meghalt 2 éve. A pégség tönkrement a válság alatt. Anyám elköltözött Münchenbe. Ja, Istenem. Soha nem felejtem el azokat a csodás keddi kuglófokat. Azt hiszem, szerdán sütötték. Én vittem házhoz. Akkor jobban tudja. Borzasztó. Hány ember élete siklott ki abban az időben? Büszke is vagyok a férjemre. Márta, nem kell. Mert mégis megszerezte a jogi diplomát. Büszke is lehet rá. Várom a jelentkezésüket egy hónap múlva is. Csak nyugalom. Köszönöm, doktor úr. Minden jó. Minden jó. Ki következik? Tessék. Keresd raktárost, konyhai kisegítő, éjjeli jön. Nem nagy feladat egy jogásznak. Légy türelmes, Erik. Türelmes? Mikor azt se tudom, miből fogom kifizetni az orvost. Biztos ad haladékot, amíg elhelyezked. Nem akarok úgy élni, hogy mások jó indulatától kelljen függel. A szüleim adnának kölcsön. A kölcsönt vissza is kell fizetni. Túl szerény vagy. Az a baj. Nem úgy viselkedsz, mint aki biztos a dolgában. Hát igen, nem úgy, mint egy évfolyam első, aki munkanélküli. És ha megpróbálnád valami más területen? Édesasszonyka. Akinek baj van a szívével, az ne legyen ilyen erőszakos. Meghívlak egy fagylaltra. Az édesség jót tesz a szív. Mondd, miért nem hagyod, hogy végigmondjam? Mert nagyon jól tudom, hogy mi következik. Hogy a nagybátyám beszélne Heydrichel, ifjú és tehetséges ügyvédbarátjáról. Legalább bemennie hozzá. Nézd, én nem politizálok. És úgy érzem, elárulnám apámat, akit bántottak ezek, mert szocdem volt. Változnak az idők. Tudod, milyen rengeteg szervezet munkás van már a pártban? Én megértem, hogy nem akarsz belefolyni a politikába, vagy együttműködni, de hát... Szerencsétlen alak vagyok. Szó sincs róla. Erik, tudod, mennyire szeretlek. Én csak azt szeretném, ha nyugodtan élhetnénk mi négyen. Heydrich hivatalnokot csinál majd belőlem. Ellentétben a férfiakkal én utálom a fegyvert és a parádékat. Egy pékfia vagyok, aki becsületesen tanult. És aki nem érdemel meg ilyen okos és szép asszonyt. Aki ráadásul haragszik. És még jobban fáj a szíve, ha a férje nem teszi meg, amit kér tőle. Na jó. Győztél. Dorf, Erik, 24 éves, született Berlinben, jogi végzettségű, párton kívüli? Igen, egyelőre igen. És mi árad van? Szeretnék dolgozni. Egy őszinte ember. Tudja, se szeri, se száma a hazudozóknak. Nem győzik bizonygatni imádatukat a párt, a Führer iránt. Jól esik hallani valami mást. Tisztelem a pártot, és tudom, hogy a Führer sokat tesz. Valóban. Maradjunk. Egy ifjú jogász, friss diplomával, de nincs munkája, mert zsidók és szozdemek happolják el az állásokat. Én nem vádolok senkit. Tudjuk, kik az ellenségek. Rólunk mit tud? Azt, hogy gondoskodnak az ország belső és külső biztonságáról.
De bevallom, nem igen tudok különbséget tenni az SSSD és a Gestapo között. Mi sem. De mindet én vezetem Himmler birodalmi helytartó vezetése alatt. Hogy viszonyul a zsidókhoz? Kezembesen. Őszinte ember. Nem szeretném, ha butasági őszintének gondolna. Ne higgye. Bámulatra méltó ez a sok hű elkötelezett. De olykor többet ír a közömbösség, tárgyilagosság, józanság, mert a nemzetközi zsidóság szülöttei, a bolsevizmus és kapitalizmus azon mesterkednek, hogy megsemmisítsék Németországot. És milyen fondorlatos módon. A zsidók beférkőztek közénk, és belülről métejezik a német eszményt. Több mindent olvastam a Führertől. Akkor tudja, hogy milyen fontosnak tartja a faji politikát. Erre épül a programunk. A problémák többségét megoldjuk, legyen az gazdasági, katonai, kormányzati, a zsidó kérdés megoldásával. Sajátságos elképzelés. És nagyon biztató. Sok mindent elfelejthet majd, amit az egyetemen tanult. De kapok helyébe más. Úgy van. Szeretem, ha van valakiben tudásvágy, különösen, ha agya is van hozzá. Az évfolyam elsők egyike. A professzora őszintén ajánlja. Bevallom, nem vagyok katonatípus. Nem volt fegyver a kezemben, és csak cserkész egyenruhát viseltem. Ez a legkevesebb, uram. Egyenruhát bárki húzhat magára. Én többet szánok magának, ha az ellenőrzés rendben lesz. Ellenőrzés? Biztonsági rutin a faji és politikai tisztaságáról. Bizonyítanom kell, hogy fehér, mint a patyolat. Ez könnyen bizonyítható. A saját fejemmel is játszom. Hitler egyszer azt mondta, nem nyugszik, amíg a németek tisztelik a jogi pályát. Vicc volt. Örülök magának. Köszönöm, uram. Hey, Hitler. Nagyon jó. Pedig nem is szóltam. Hey, Hitler. Nézd, apád. Ugye de szép? Ne viccelj, egy ekkora gyereket ölben tartani. Péter, mit szólsz apádhoz? Péter, csak nem félsz édesapádtól. Szokatlan neki. Mit mondjak nekem is? Igen, pedig nagyon jól áll. Kicsit szorít a csizmor. Még szerencse, hogy nem kell állandóan hordanom. Pedig nem ártana. Tudod, milyen jól járnánk? A boltokban az eladók mindenből a legszebbet adnák. Hétek is furfangos, Berlini. Csak ne csúfolódj. Ha a munkáddal együtt jár a hatalom és a tekintély, akkor élj vele. Igen, igaz. Péter? Péter, apa egyenruhában van, látod? Már az első napon bukással kezdődik. Az Iliász jut eszembe. Amikor Hektor a fejére teszi csillogó sisakját. A kisfia ilyetten volt el. Rémülten sír saját apját látva. Aztán Hektor Zeus segítségét kéri, hogy a fia bátrabb legyen, mint ő. Én segítek mindkettőtöknek.
Tessék parancsolni. Á, Dorcs úr. Jöjjön. Ah, kérem, üljön le. Jól sejtem, a felesége miatt. Vártam a jelentkezését. Ő jól van. Csak fáradt időnként. Az az öreg nem csekélység, úgyhogy óvatosan. Most önnek van panasz? Nem a rendelésre jöttem. Ha nem? Biztonsági szolgálat. Erik Dorf hadnagy. Mit követtem? Ismer egy Elka Gutmann nevű nőt? Igen, a bejárónőm volt. Ugye tudja, hogy önnek tilos árja betegeket kezelni? Előfordul, hogy olykor megszokásból fogadok régi pácienseket, amilyen ön is, vagy a felesége. Nehezen szántam rá magam, hogy szóljak, de ez önnek fontos. Értem. Én hivatali munkát végzek, nem megbízásból jöttem. Tehát ön szántából, nem parancsra? Igen. Úgy is mondhatjuk. A fülembe jutott, hogy ön árjákat fogad. Gondoltam, jobb, ha szólok, mielőtt más megtenni. Ez felfoghatatlan. Néhány éve még a feleségét vizsgáltam, orvosságot írtam fel neki ebben a rendelőben. A házi orvosuk voltam. Miért nem ment el Németországból, mint olyan sokan? Jó kérdés. Még nem késő. Menjen, amíg lehet. És ki fogja kezelni a beteg zsidókat? Ki fogja gyógyítani őket, ha minden orvos elmegy? Ráadásul főleg az öregek maradtak itt. Önnek nem lesz itt könnyebb az élet. Mi jöhet még ezek után? Senkik vagyunk itt, nincsenek jogaink. A javainkat elkobozhatják. Az emberség nevében nem dolgozhatok kórházban, nem kaphatok gyógyszert. Mi lehet még ennél rosszabb? Ne jöjjön hozzám segítségért. Semmi remény a múltra való hivatkozással. Ami volt, elmúlt. Egyet tanácsolhatok önnek. Menjen el. Csak hát nem olyan könnyű. Pardon, kis türelmet. Bravo, bravo! Papa! Nem szép dolog hallgatózni, amikor gyakorolunk a mamával. Úgy bizony, meglepetésnek szántuk a születésnapodra. Oh. A kedvenc Mozart darabod. Jó nehéz, nem mondom. Valami csodás volt, nem is lehetne szebben játszani. Anna, kimennél egy kicsit? Négy szem köz kéne beszélnem a mamával. Azt hiszem, tudom miről. Hogy megyünk, vagy maradunk. Anna. Emlékszel Dorfékra? Akiknek pékségük volt, és akiknek olyan sok szívességet tettél. Megkeresett a fiúk. Na csak, miért? A fiatalember a biztonsági rendőrségnél dolgozik. Figyelmeztetett, hogy csak zsidókat fogadjak. És hogy emigrálnom kéne. Na hát, milyen kedves. Berta? Hm? Talán igaza van. Lehet, hogy rég el kellett volna mennünk 3 évvel ezelőtt, Kárl esküvője után. Miért mondod ezt nekem? Én voltam a kerékkötő. Ugyan szívem. Közös elhatározás volt. Együtt döntöttünk így. József, ez nem nekünk való játszma. Megmondtam neked ebben a szobában, még a kezdet kezdetén,
hogy ez ugyanúgy a hazám, mint nekik. Nem félek ezektől a barbároktól. Nem csak miattad maradtunk, miattam is. Nézd végig a betegeimen. És a nácik szerint minden zsidó gazdag, úgy látszik, nem látták a betegeimet. Drága hites uram. Igen, ezért nem akartam elmenni innen. Semmi sem tart örökké. Hitler csak egy epizód. Apád meggyőzött róla, hogy leszerepel. Próbálsz magyarázatot találni a butaságomra. Talán még nincs késő. Lehet, hogy Inge vasutas ismerőse. Jó, majd megbeszéljük. Ami nem is, legalább a gyerekek. Mióta reménykedünk a csodában, hogy megbuknak, de nem. Egyre erősebbek és egyre elszántabbak. Ha eszembe jut Karl, Anna és Rudi. Túl fogjuk élni. Bennünket ideköt Beethoven, Schiller, Mozart. Sajnos nem ők vezetik az országot. Hívd meg Kárt és Ingét ma a vacsorára. Néhány fontos kérdést kell tisztáznunk. Buktatás! Miért nem szól? Vidő zsidó! Művelnek itt maguk? Szabálytalankodott büdös zsidó! Lemehetünk a pályáról, ha bajod van. Hogy ez még benne van a csapatban. Eresztetek! Eresztetek! Weiss, álljon ki! De miért én? Nem látta, hogy fellökött? Eltűntöm a játéktól. De miért? Nem hallja, menjen le! Sajnálom. Na, basszó! Ez játék! El már! A vasutas ismerősöm azt mondja, hogy el lehet intézni az utazást. De elég sokba fog kerülni. Talán lenne annyi. Szerinte hova kéne mennünk? Arról nem beszélt. Nem, már sehol se fogadnak be. Svájc és Franciaország se? Nem, visszaküldik a zsidókat. Sehol se kellünk. Pontosan, úgy hírlik. Az Egyesült Államok még annyi német zsidót se enged be, amennyit a kvóta kimond. Voltak, akiket visszaküldtek. Kit érdekel? Meg vagyunk nélkülük. Ugye, mama? Persze, kislányom. Isten. Beszéljek vele még egyszer. Fölösleges. Előbb kellett volna. Esetleg, ha Berta és a gyerekek azzal a szervezettel, amelyik Angliába juttatott. De hiszen ott rég betelt a létszám. Bújjunk el jól egy erdőben. Próbálkozhatunk a követségeken is. Vagy elmehetnénk Lengyelországba. Jogilag lengyel állampolgár vagy. Állítólag ott se könnyebb. Itt maradunk, nem megyünk sehová. Nem tart ez sokáig. Anya mindig mindent megold. Na
talán mert mindig igaza van. Hitler megszerezte Csehszlovákiát és Ausztriát is. Mit akarna még? Győzze csak megemészteni az osztrák süteményt és a cseh sört. Ezt miért mondod? Hitler politikus. Politikai okok miatt pécézte ki a zsidókat. Érje el, amit akar, és már is békét hagy nekünk. Igaz, hogy nem mind gyűlölnek bennünket. Talán csak politika. Apám szerint a tábornokoknak nem tetszik, ami itt folyik. Igen, azt hiszem, bizakodhatunk. Anna, tegy le, légy szíves. Segítek, maradjon mondani. A tragikus esemény a nemzetközi zsidóságba szedte. A merény hangosít fel! Rinszpán, lengyel zsidó, hidegvérrel rálőtt von Rátúrra, aki őt sem szóval, sem tettel nem bántotta. Az eset kapcsán már is történtek spontán zsidó ellenes tüntetések. A német nép így módon fejezi ki felháborodását és tiltakozását. Kapcsol ki! Engem érdekel. De hogy pontosítsuk az eseményeket, von Rátúrat a követség épületéből kilépve érte a merénylő gólya. Kár, hogy nem öltem meg a disznót. Kapcsol ki! Nem hallod! Fogadj szót a nyármat! Szerint... Semmi baj, ülj le! Én itt köztiszteletben állok. Gazemberek. Halló? Dorf hadnagy beszél. Igen. Már is megyek. Mi történt? Von Rath meghalt. Jaj, de szörnyű. Szigorítják az ellenőrzést, be kell mennem a parancsnokságra. Azt a bácsit megölték a rossz emberek? Igen, de megbüntetik őket. Zsidók ölték meg. Azok rossz emberek. A rossz embereket apa megbünteti. Azért van pisztolya. Olyan idétlenül érzem magam ezzel. Csak jelképesen van, senki sem várja tőled, hogy használd. Hiába is kéne, mert azt se tudom, hogy kell meghúzni a ravaszt. Elkezdődött. Micsoda? A megtorlás. Azt mondtad, az ellenőrzést szigorítják. Goebbelsnek már jó ideje ez a dédelgetett álma. És Heydrichnek kell rendet tartania. Remélem, ez nem árt az erőléptetésemnek. Csak hadnagy lettem 3 év alatt. Századosnak kéne már lennem, de Heydrich mindig mással van elfoglalva. Itt az alkalom, hogy bizonyíts. Hidd el, túl szerény vagy, az a te bajod. Többet érsz, mint az összes talpgyalója együtt. Értsd meg, én gyűlölöm az erőszakot. Nem harcolok, és más sem buzdítok rá. Neked az eszed a fegyvered. Te tanultál, ismered a törvényt, értesz az emberek nyelvét. Tudja ezt a tábornok is. Hát akkor beszélj vele. Te nem lehetsz egy a sok közül. Segíts neki. Véghez viszi ő, amit akar, nélkülem is. Akkor segítsd úgy, hogy mellé állsz. Ő tisztában van a képességeiddel. Csak azt várja, hogy bizonyíts. Igen. Tudom. Mama, ide feljönnek a rossz emberek? Nem, drágám. Itt nincs mitől félnünk. Felháborító, amit Goebbels művel. Sikerült felhelgerni a csőcseléket. Erre mocskolják a zsidókat. Gyújtogatnak. Ötletszerűen. Goebbels parancsot kapott? Az kétlen. Ki akar tűnni, hogy felfigyeljen rá a Führer? A megtorlást is ő találta ki? Igen. Azután, hogy megkötöttük a müncheni egyezményt. És... igyekszünk rendes, békeszerető emberek lenni. Már a külföldi sajtó is elismerően ír rólunk erre. Gyújtogatás, erőszak egy idióta miatt. Ha szabad megjegyeznem, ez nem is a hatásköre. Mi vagyunk a rendőrei. Éj, az de, hogyha egyenruhások gyújtják fel a zsinagógákat, az még sokkal rosszabb. Akkor csinálják civilek. Önbíráskodó pártok kívüliek. Nem egyenruhások, nem a Gestapo, az SS és az SD. Igazságszerető német közemberek. Akik fellépnek a gyilkos ellen.
Hagyjuk, hogy civil megmozdulás legyen? Igen, uram. Felbőszült polgárok? Valahogy tudomására kell hoznunk a rendőrségnek, hogy ne lépjen közbe. Elég egyértelmű, ha figyelmeztetjük őket, hogy csak alapos mérlegelés után tegyenek bármit is. Micsoda meglepetés? Most kezdem érteni, milyen óriási hasznát vehetem egy fiatal jogászhagynak. Köszönöm. Óriási ötlet. Menjen és intézkedjen. De legyen rá gondja, hogy a német tulajdon népségben maradjon. Az ellenszegülőkre halál. Értem. Hozza be nekem Dorp hadnagy előléptetési papírjait. Százados, tessék dobolni! Én. A tüntetők felléptek a zsidó árulók és bolsevik szimpatizánsok felelősségre vonásáért is. Ne, ne, zárkózz be jól. Pontosan lengyel zsidó. Mit mondott? Gyerekek, menjetek ki. Nem, maradj te is. Miért telefonált? A nagypapát megverték és elhajtották. Az utcájukban felgyújtották az üzleteket. Megsérült? Arról nem beszélt. Mondd meg, mit tegyünk. Remélem, Karl és Inge már hazaértek. Felhívom a rendőrséget. Ugyan minek? Egy követ fúj be. Elhozom nagyapát. Ne! Csak azt ne. Maradj. Nem szabad kimenni, amíg le nem csillapodnak. Ti maradjatok, én megyek. Rudi! 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 Várj! Nem mész sehova, ezek gondolkodás nélkül ölnek. Elég egy rossz mozdulat. A fajnak igaza van, a veszedbe rohansz. Nem érdekel, akkor is oda megyek. Rudi! Rudi! Rudi, Anna. Elmegyek én Anna. Is! Anna! Anna! Azonnal visszajössz! Itt ölnek! Végyek!
Tudod ki az? Hoppa be! Itt én beszélek! Nyomorult féreg! 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 Te maradj! Oda! Féreg! Féreg! Nem látja, hogy alig ér! Te mit akarsz itt, mi? Adja őt békén, ha olyan fontos, hogy verjen, üssön engem! Ő Inge sógora, Rudi Weiss. Engedjük el! Tűnjetek el innen! Gyere, menj! Ugyan, nem kell félteni engem, túlélem. Ejzi! Ejzi! Ó, drágám! Jó, jól van. Semmi baj, semmi baj, semmi baj. A könyveim. A könyveim. Menjetek csak föl, majd én elintézem. Jó. Jó. Wagner! Egy óriás! Jelentés az akció. 36 halott. A külföldi sajtó ezt nem fogja szó nélkül hagyni. 70 felgyújt a zsinagóga. Több mint 800 zsidó üzlet kiégett. Letartóztatás? 30 ezer. Ezt nevezem. Egy nap alatt megtelik Buchenwald. Olyan címen írnak róla az újságok, hogy kristályészaka. Törött üveg inkább. Iszik? Köszönöm, nem kérek. Magának nincs semmi gyengéje, nem iszik, nem dohányzik. Féldás férjes apa. Mit gondol, megbolygattuk a darázspészket ezzel a kristály éjszakával? Lesznek tiltakozásuk, talán megtoló akciók is, bolygott. Semmi több? Nem nagyon. Melyik kormány mer kockáztatni a zsidókért? Akik egyébként törvénytisztelő. Olyan, mintha erkölcsi alapon büntetnék őket. Hogy mondta? Erkölcsi alapon? Elnézést, ha butaságot mondtam. Szó sincs szó. Erkölcsi alapon. Meg vallási alapon. És mindezek tetejébe fai alapon. Hazamehetek, uram? Ó.
Gondolj Saskiára. Kire? Saskiára. Rembrandt felesége volt. És soha nem ásítozott. Szóval ő se tudott modellt fizetni. Hát, hogy milyen prózai vagy. De persze, fején találtad a szöget. De én nem vagyok Rembrandt. Csak egy munkanélküli festő. Ha még egyszer ezt mondod... Talán nem így van. Apámnak volt igaza. Azt akarta, hogy orvosnak tanuljak, de én... Azt hittem, én vagyok a második Picasso. Nagyon tehetséges festő vagy. Sokat érek vele. Inge, légy szíves, ülj vissza. Eltartani se tudlak. Senki nem vásárol zsidóktól. Hónapok óta nem volt itt egyetlen bűkereskedő sem. Neked, megélünk. Ahogy eddig is. Ha tudnád, hogy szeretlek. Nem jobban, mint én téged. Visszaülnél egy kicsit? Nem. Inge. Nekem már itt nincs sok elmaradásom. És nem szeretném, ha neked is bajod lenne miattam. Hagyd ezt! Nem akarom hallani. Tudod, ez anyád hatása. Eszedbe se jut, hogy harcolj. Nézd rám. Nézd rám. Németország legszebb asszonyát látom. Aki nem adja fel egy könnyen. Most az következik, hogy megpróbálok új iratokat szerezni. Inge. És elköltözünk egy olyan helyre, ahol nem ismernek. Brémába, Hamburgba. Inge. Ahol dolgozhatsz. Hiú ábránt, egész Németországban ugyanez van. A müncheni zsinagógát felgyújtották, leégett. Amiatti mérgükben, hogy a sajtóban és a bankokban zsidók vannak többségben. Városi polgárok csoportja jelent nem meg... Nem érdekel! Nézd rám. Lájunk el. A te értekedben. Csókolj meg. A világ ilyen marad. Én is. A rendőrség. Kárt keresik. Mama, miért nem figyelmeztettél? Fölösleges lett volna. Tele van velük az utca. És ha letagadod? Hogy minket is elvigyenek, mert egyet rejtegetünk. Nagy bajt hoztál ránk, igen. Carl Weiss? Igen. Velünk jön. 10 percet kap, hogy becsomagoljon. Mit követett el? Miért viszik be? Rutin kihallgatás. De mi a bűne? Mit követett el? Azt nem tudom. Én parancsot teljesítek. Kihallgatják néhány óra, és jöhet haza. Tőlem mehetünk. Nem. Hallottam az ilyen rutin kihallgatásokról. Hallottam, igen. Aki egyszer bekerül, soha nem jön vissza. Inge, nem lesz baj. A felesége vagyok, megyek én is. Jöhet, asszonyom, de nem fogják engedélyezni, hogy maradjon. Induljunk. Telefonálj Hansnak. Ő ismeri ezeket. Kérd meg, hogy segítsen. Nem szólok neki. Feleljenek a zsidók azért, amit tettek. És minket hagyjanak békén. Inge! Ne menj bele! Nem érted, jöttek! Hallod? Nem te kellett nekik! Inge! Thank you.
Ez fáj. Nem mondom, jól elintézték magát. Hatan jöttek nekem, de előbb szétverték a nyomdagépet. Szörnyű. Az apósomnál is jártak. Lehetetlen elbújni előlük, de úgy hírlik, túl vagyunk a nehezén. Göring dühös Goebbelsre a randalírozásért állítólag a hatáskörét is csökkentette. Maga elhiszi ezt, doktor úr. Én már nem tudom, mit higgyek el. Nem értem. Mit akarnak a zsidóktól? Mondja meg, mit vétettünk neki? Na igen, keresztre feszítettük Jézust, de mikor volt az? Azt hiszem, a náciknak lenne a legtöbb bajuk Jézus tanításaival. Habár én nem sokat értek az egészhez. Na kérem, gyógyuljon meg. Én. Elnézést. Megjöttem. Kis türelmet. Csak, hogy itt vagytok. Isten hozott. Gyertek. Érezzék magukat otthon. Mindenünk oda lett. Annyit maradt, amennyit itt láttok. Ami mozdítható volt, azt elvitték, válogatás nélkül. Itt jó helyük lesz. Anyus, átrendezük nektek Kár szobáját. Mintha nem volna elég bajotok. Nem mondjon ilyet. Éppen, hogy nagyon megtisztelő. Gyerekek, vigyétek be a csomagokat. Érthetetlen. Németországnak erőssége a gazdaság, és annak mi is résztvevői vagyunk. Tessék, segítek kicsomagolni. Szegény nagyapa. Most ne. Itt vesz, doktor. Á, Inge. Karl? Értem, értem, de miért? Mit mondtak? Semmit. Mi legyen, Inge? Menjen oda valaki? Jól van. Mi az? Történt valami Kárlal? Letartóztatták. Bent van a kapitányságon. Inge is ott van vele. Majd telefonál megint. Mama, Kár nem csinál semmit. Igen. És ki fogják engedni? Most bűnődünk a büszkeségemért, a konokságomért. Ugyan. Na megyek. Megnézem, anyámék mit csinálnak. Rudi, menj le vásárolni. A kosárban van a cédula. Igen. Próbálj meg nyugodni. Adok egy enyhe csillapítót. Nem kell. Vár a beteged a rendelőben. Igen. Gazemberek. Nem tudom, mit adnak. A bohém életet, a traviátát. Heydrich ragaszkodik hozzá, hogy elmenjünk. Jaj, Erik, nem nekem való az. A sok gazdag nő között. Szebb leszel mindegyiknél. Tudod, többet kell társaságba járnunk. Nekem az a dolgom, hogy neveljem a gyerekeket. Ellássam a férjemet. Erik Dorf századost.
El sem merem hinni. Néhány véleménynyilvánítás, néhány ötlet, és már számon tart. Emlékszel, mennyire irtóztál a, hogy is mondtad, rendőrmunkától? Nem is képzeled, hol tart már a férjed. Ma tervet készítettem. A biztosítóknak fizetniük kell a betört ablakokért. Hagyjuk, hogy fizessenek, aztán az állam elkobozza a pénzt azzal az indokkal, hogy a zsidók provokálták az egészet. De hát így is történt, nem? De. Igen, így történt. Köszönjetek el apától. Illatoztak, mint a tavaszi mezé. Én nem vagyok virág. Te csillag vagy, mint az édesanyád. Apa, miért kell utálni a zsidókat? Mert megölték Jézust. Nem mondták a vasárnapi iskolában? Menjetek az ágyba, gyerekek. Mesélek a vizi Manóról? Jó. Neked csárt, ha időben lefekszel. Na hát, ki lehet az ilyenkor? Megnézem. Jó estét. Weiss doktor. Megengedi. Tessék. Bocsásson meg, de attól tartottam, a telefonálok elutasít. Megmondtam önnek, hogy ne jöjjön hozzá. Nincs kihez fordulnom. A fiamat, Carlt, elvitték. Semmit nem tudunk, hogy miért és hol van. Ő soha életében nem foglalkozott politikával, festőművész. Nem segíthetek. Mondja, mi a bűnünk, mit követtünk el? Az apósomnak, aki háborús kitüntetett, felgyújtották a lakását, a boltját. Mi, a családom, ugyanúgy németeknek érezzük magunkat. A történtek nem ön vagy a családja ellen irányultak. Attól még ugyanúgy érintettek. Egy politikai folyamat része volt, ami az önök javát is szolgálja. De közben sorsok törnek ketté. Miért? Ezt nem önnel beszélem meg. Nagyon kérem, ön befolyásos ember, elvégre eszesztiszt, segítsen a fiamnak. Megmondtam, nem tudok. Erik, valami baj van? Nincs, mindjárt megyek. A felesége biztos megértene. Mondja el neki, mi történt. Egy nő könnyebben átérzi, milyen, ha az ember gyerekét bántják. Dorf, maga egyszer rám bízta a feleség helyiségét. Erik? De ez az? Hogy kerül ide? A fiát elvitték. Mit akar, hogy segíts? Küld el. Elveszítheted az állásodat. Mondd meg neki, hogy nem. Már megmondtam. Nem segíthetek. Ha csak egy szót szólna a felettesének, hogy megtudjuk, hova vitték, hol keresik. Nem szól. Ha nem, hát nem, de minden esetre furcsálom. Jó éjszakát! Jó, tartsd így. Kicsit fájni fog, de csak egy pillanatra. Hát igen, megerőltetted. Uram, nem látja, hogy beteget kezelek? Bevándorlási hivatal. Dorf úr küldte? Nem tudom, ki az. Ön dr. Josef Weiss? Groningstrasse 22, született Varsóban. Különleges tartózkodási engedéllyel. Igen. Köteles visszamenni Lengyelországba. Holnap reggel 6-kor legyen az Anhalter pályaudvaron. Egy napi élelemmel és egy podgyásszal. És a családom? Csak önre vonatkozik a parancs. Ezt majd adja át a szolgálatosnak. Tarts nyugodtan. Nem fog fájni. Moritz Goldberg, Jungstrasse 45, Berlin. A kurva neve, aki szülte?
Az anyám nem kurva. Minden zsidó nő kurva. A kurva neve, aki szülte... Nem kurva! Név, lakcím, foglalkozás? Karl Weiss. Wellingstrasse 12. Berlin. Festőművész. A bolsevik bérenc hazug karikatúristák egyike? Itt van, hogy egy pártagunk feljelentette magát. Kommunista zsidó. Nem vagyok karikatúrista. Ki mondott ilyet? Itt mi kérdezünk? A kurva neve, aki szülte. Engem feljelentettek? Azt kérdettem, a kurva neve, aki szülte. Az én anyám nem kurva. Nem hallom. A kurva neve? Berta. Berta. Palitz Weiss. Aki felcsinálta? Dr. Josef Weiss. Milyen gaztettet követett el, hogy Buchenwaldba küldték? Én semmit. Azt kérdeztem, milyen gaztettet követett el? Nem, semmit. Imádkozzunk csendben Ábrahám gyermekeiért. Odakint ég a zsinagóga, akárcsak a mi templomunk, az is Istenháza. Sok lakásba fenyegető hangú felhívást dobtak be, hogy aki a zsidók iránt együttérzést mutat, az bűnt követel. Ez a pap ebben a templomban imádkozik a zsidókért. Imádkozzunk az áldozatokért, azokért, akikre borzalmak várnak. Minden ártatlanért. Lichtenberg atya? Én vagyok. A nevem Erik Dorf. Erik Dorf százados? Biztonsági rendőrség? Érdeklődve hallgattam a prédikációt. Mit szűrt le belőle, fiam? Azt, hogy az ön információi nem helyesek. Tudom, hogy mi történik a zsidókkal. Pius pápa konkordátumot kötött Hitlerrel. A bolsevizmus és a keresztény Európa között mi vagyunk az utolsó bástya. Ez nem ok arra, hogy ártatlanokat bántsanak. Nem bántunk ártatlanokat. Láttam, hogy zsidókat vertek, és börtönbe küldtek ok nélkül. Azok a birodalom ellenségei. Háborúban, atyám. Kivel? Felfegyverzett ellenséggel vagy védtelen zsidókkal? Azt hiszem, atyám, ön felnagyít bizonyos eseményeket. A lelki ismeretemet követem. Csak ne vigye tévútra. Talán fölösleges mondanom, hogy az egyház egyértelműen támogatja a politikákat. Számomra mindig az lesz az irányadó, amire a kereszténység tanít. Mert mindig voltak, akik ezt az eszmét elárulták. Éles eszű fiatal ember. Nagyon jól járnak vele. A deportáltakat a lengyel határa szállítják a szerelvények, amelyek 15 perc múlva indulnak. A deportáltakat a lengyel határa Berta, szállítják a szerelvények. Berta, sírni fogsz, nagyon mérgezve. Ígérem, nem sírok.
Nagyon fogsz hiányozni. Tulajdonképpen szerencsésen kezdődik. Ott lesz Mózes, dolgozni fogok, és a kárt kiengedik. Utánam jött. József, hadd menjek veled. Ne mondj ilyet, Berta, és a gyerekekkel mi lenne? Tegyetek meg mindent, hogy kárt kiengedjék. Jaj, József. Hogy jutottunk ide? Nem rajtunk múlt. De most jó előérzeteim vannak. Felnyílik a szemünk, azt hiszem. Miattam maradtunk. Kedvesem, emiatt kár emésztened magad. Add el a lakást, a rendelőt, keres kisebb lakást. Ne telefonálj csak, ha nagyon fontos. Hogyha havazna, csizmában menj ki. Tudod, hogy ott sokkal hidegebb. Van. A zongorát ne add el, Anna ne hagyja abba a zenét. Beszállás. Kettesébe vonuljatok a Anna, Rudi, a köszönjetek el apát. Nyugodtan, megyünk majd utánad. Mózes bácsi, szerez lakást és dolgozni fogsz. Hát persze, 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 igen, hogyne. De addig is. Törődjetek nagyapáikkal és Kárlal. Én meg leszek jó. Zongorásokat. És segíts anyádnak. Rudi. Fiam. Folytasd a tanulást. És ne törődj a futballal. Mutasd meg csak azért is, hogy mit tudsz. Szeretnék tanulni, és fogok is. Igen. Amíg szeretjük egymást, nem győzhetnek le. Gondolj a latin mondásra. Omnia vincit amor, a szeretet mindent legyőz. A lengyel határhoz induló vonatra megkezdődött a beszállás. Mindenki pecsételtesse le igazolványát a bejáratnál. Az iratokat a vonaton ellenőrzik. Deportálási engedély nélkül a vonaton tartózkodni tilos. A kísérők és családtagok nem léphetnek be a kapun. A deportáltak fejenként egy darab fogyát vihetnek magukkal. Minden további tudni csak valót nem az vejsz, doktor. Lövi úr. De hát ön is. Azt hiszem, még nem ismeri a feleségem. Asszonyom. Látod, Berta, a betegeimmel együtt deportálnak. Hától M betűig kezdődő nevűek az ötös kijáratnál álló vonatnak. M-től S betűig kezdődő nevűek a négyes kijáratnál álló vonatnak. D-től Z betűig kezdődő nevűek a hatos kijáratnál álló vonatnak szálljanak. Ezért maradtunk. A kísérők és családtagok nem léphetnek be a... Ha rajtam múlik, elmegyünk. Most már olyan mindegy. Csak legalább téged nem vigyenek el. Nem is hagynám magam. Minden további tudnivalót az ügyeletes főnöktől lehet megtudni a valamit. Menjünk, gyerekek! Beszállás az alábbi rendszerint. A hattól kémetőnyi kezdődő nevűen a hármas kiállatnál az asztal végére. Jó reggelt, Weinberg vagyok, Brémából. Weiss, Berlinből. Itt meleg van legalább, odakint tönkre lehet fagyni. Szabó vagy? Festőművész, de textilt is tervezek néha, azért osztottak ide. Ki jutott innen valaki? Nem beszélünk. Csak eligazítom. Vard fel ezeket bal oldalra. Ez elárulja, hogy ki kicsoda. A vörös háromszög a politikai, vagyis aki nem ért egyet velük. A zöld a közönséges bűnöző, például viccet mesélt Hitlerről. A bordó Jehova tanúja, a fekete, ahogy mondják, haszontalan elemek, mondjuk a koldus. A lila a homoszexuális, a barna a cigány. Cigány? Mi az, hogy Buchenwald velük van tele?
Tegnap az eszeszek két cigányt elástak élve. Amikor kiszedték őket, lógott a nyelvük, mint a virsli. Tudom, ez kié. Nem csodálom. És ez? Őrültek, mániákusok. És mi a bűnük? Haszontalanok. Egyébként ők az őrök céltáblái. Csépelik őket. Elképesztő. Nem tudom elhinni. Ez még semmi. Van egy ház, ahová kihajtják a bolondokat, és rájuk nyitják a gázcsapot. Gázt? Tessék dolgozni! Itt játszanak. A berlini filharmonikusok fele itt van. Zsidók. Sterilizáló, vizsgáló ágy, szekrény, orvosságok. Parancsoljon, kérem. A rendelő, a garázs, a bejárati ajtó és a hátsó ajtó. Nagyon köszönöm, Frau Weiss. Bár ugyanezt mondhatnám én is. Elnézését kérem, ha alkalmatlanok vagyunk. Ismertem a férjét, mint orvost. A kórházból mielőtt elbocsátották volna. Változnak az idők és a szokások, Frau Weiss. És az összeg, ami megillett? A párt felülvizsgálja az ügyet. Ezen a címen megtalál a Helms családnál, ha beszélni valónk lenne. Nem lesz, anya. Ellopják a rendelőt, a lakást. Menjünk. Egy pillanat, Rudi. A zongorát nem vihetnénk el? Egyszer majd elvisszük. De most kicsi szobánk lesz. Hát, nézzünk még egyszer körül, és menjünk. Jó, de előbb játsszuk el a Loreleit. Kálék esküvőjén is elénekeltük. Emlékszel? Na jó. Rudi, szólj nagyapáiknak, hogy mindjárt indulunk. Igen, anya. Nagymama, nagypapa, rögtön indulunk. Nagyapa. Kinek kérjek még fagylaltot? Mondjátok, köszönjük, nem kérünk. Köszönjük, nem kérünk, nagyúr. Mama, felülünk a körhintára? Még azt hiányzik, hogy fölkeveredjen a gyomrotokban a fagylalt.
Ugyan, drágám, ha megbetegszenek, majd elhívjuk Eichmann doktort. Vigyem őket én? Ne, majd én. De nem ülök föl, csak szemmel tartom őket. Bocsánat. Én a fekete lóra. Beteg a felesége? Csak egy kis szívgyengeség. Elég fáradékony. De nincs más tünet. Bájos asszony, nekem mindig nagy öröm, ha berlinieket kalauzolhatok Bécsben. Mert félig meddig már úgy érzem az otthonom. De hogy miénk lett Csehszlovákia? Azt hiszem, hamarosan odaszólít a kötelesség. Önt úgy tartják számon, mint a tettek emberét. Szervezés kérdése minden. Akár a zsidókkal is együtt lehet működni. A legyeket vonzza a méz. Ennyi és kezes bárányokká válnak. Ön bon soldat? Maga ért franciául? Igen. Honnan tudja? Láttam az anyagát. Sikerült belekukkantam. Az apja Klaus Dorf pékmester, aki 1933-ban felakasztotta magát. Szociáldemokrata volt. Amiért fizetnem kell. Az magán múlik. Kém a kém ellen túl kell élni. Nem, én máshogy szeretném túlélni. Hogyan? Hogy teljesítem az utasításait. Nagyszerű. De azért nem árt ismernem a gyenge pontjait. Hisz még Heydrich sem hibátlan. Úgy hírlik, van egy zsidó a családjában. Az ki van zárva. Bizonygatja az ellenkezőjét, de valami nem tiszta, az biztos. Hm? Legalábbis ezt beszélik. Kíváncsi volnék, mit beszélnek róla. Hogy szorgalmas, okos és jól kiegészíti a gestápó főnökét. Heydrich jelentései sokkal olvashatóbbak, amióta maga ott van. Áttelepítés, átértékelés, a zsidó kérdés újraértelmezése. Nagyszerű kifejezések a zsidók deportálására és javainak elkobzására. Mélységes örömömre szolgál, ha a kollégákat meg tudom nevettetni. Úgy látom, megbántódott. Szó sincs róla. Helyes. Heydrichtől tartanak. Himmler, Göring, Goebbels. Néha úgy tűnik, hogy a Führer is. Heydrich mindenkit nyilván tart. Nehogy kidurranjon! Azt hiszem, sok is volt a jóból. Akkor most pihenünk egyet a szállodában. Üljünk föl még egyszer! Jaj, ne! Nagyon szeretnél felül? Nagyon! Majd én megyek. Ha akarsz. Asszonyom. Apa, siess, mindjárt indul! Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Csodálatos nap. Felejthetetlen. Én is nagyon élveztem. Szerencsés ember a férje. Tudom, nagyon sokra vitte. Élvezi Heydrich úr bizalmát és az önét. Én önre gondoltam, és a gyerekeikre. Nekem ezt jelenti Németország. Haza, család, becsület. Ha tudnám, ilyen nehezen beszéltem rá, hogy beálljon. Beletanulta, hogy mindnyájan. Egészségünkre. És a gyerekeinkre. Mama! Német-lengyel határ.
Csomagot letenni. Zsebeket kiüríteni. Fejenként 10 márkát vihetnek ki Németországból. Amit elloptak a német néptől, most visszavesszük. Közönséges rablók. A pénzt. Rendben. Ez mi? Ajándék a feleségemtől. Letépnék a lengyel disznók. Nem becsülik az orvosokat. Fel! Mozgás, mozgás! A családok maradjanak együtt. Nem szakadunk le, igyekezzenek. Fogják a gyerekek kezét. Doktor úr, önnek van itt rokona? Igen, a bátyám. Gyógyszerész Varsóban. Mi nekünk nincs senkink. Végre, hát megvagy. Láthatod. Hogy utaztál? Hát nem az Orient Express. Elég sokszor át kellett szállnom. Borzasztó. Lengyelországi menet. A leveleidben nagyon mértéktartóan írtál. De hallottuk, hogy mik történnek. Karl börtönben van. Azt sem tudjuk, hogy hol. Hallom. Beszéltél Bertával? Titkolsz valamit előttem? Berta tegnap este felhívott telefonon. És? A szülei meghaltak. Szegény öregek végeztek magukkal. Jézus Mária! Hogy? Mit mondott Berta? Azt, hogy elaludtak csendben. Mintha enélkül is nem volna épp elég. Szegény apósom, milyen büszke volt a németségére. És az a finom, idős hölgy, mindentől megfosztották őket. Állítólag mostantól egészen más lesz a helyzet. A zsidók dolgozhatnak a szakmájukban, a börtönöket megnyitják, stb. És most jössz velem Varsóba, hm? Ó, már szereztem neked munkát egy kórházban, és külön szobád is lesz nálam. Ha nem zavar, hogy a patika mellett laksz. Itt van nem messze a vasútállomás. Hagyd majd viszem. Át se kell szállnod Varsóig. Látod, ebédről is gondoskodtam. Mint a régi időkben. Emlékszel, mikor horgászni jártam? Amilyen kevés halat fogtunk, olyan sok szendvicset ettünk. Doktor úr, hallottunk mindent. Őszinte részvétem. Ismertem Palic urat, igazi úriember volt. Köszönöm, Lővi úr. Bemutatom a bátyámat. Lővi úr a betegem volt. És a felesége. Örvendek. Itt kell megismerkednünk a két ország határán. Az utat nem kilométerkövek érzik, hanem antiszemiták. Gondolkoztunk a feleségemmel, hogy mit évők legyünk, mert nincs hová mennünk. Minden rokonunk meghalt. Ha nem lennünk a terhükre, nem kérnék segítséget, jó magam nyomdász vagyok, de megnyugtató lenne ismerősök között maradni. Varsó nem földi paradicsom. A paradicsomot már rég elvesztettük. Beérjük egy ágyjal és egy csészetejával. Hát hogyne? Majd csak meg leszünk valahogy. Jöjjenek! Megengedi a szonyom, majd én viszem a bőröndöt. Értsd meg, én csak egy őrmester vagyok, semmi kapcsolatom a vezetőséggel. Csak annyi kéne, hogy hol van Karl. Ez nem olyan nagy dolog. Ide hallgass, nem fog kockáztatni a te... A... Mondd ki. A zsidó férjem miatt. Biztos Buchenwaldba vitték. Buchenwaldba? Nincs messze Weimartól. Nem rossz börtön. Legalábbis úgy hírlik. Lehet látogatni?
Vagy írni? Írni? Biztos. De nem én mondtam. Inge, szerettem a szüleidet. És téged is. Még nincs rendelet arról, ha valakinek zsidó a férje. De ha rám hallgatsz, elválsz tőle. Okos tanács. Igaza van? Az egész családjára rá van írva, hogy kicsodák. Az apja, az anyja. Csak bajt hozott rád ez a házasság. Az én bajom. Én mentem hozzá a feleségem. A család meg beleőrül, vagy ilyenekkel kénytelen. Nem érdekel. És még zsidókat is bújtatsz. Azt reméltem segítesz, hogy kiengedjék. Hát, ha lepénzelhet valakit. Az sokba kerülne. Nagyon sokba. Egy művésznek nincs annyi pénze. Segíts. Nagyon kérlek. Ide figyelj. Nincs elég bajunk már így is miattuk? Nem elég neked, hogy itt laknak mellettünk? Szégyellhetitek magatokat. Azonnal tüntesd el a zsidó kurvát és a kaszos kölykeit. Nem! Nekem a családom! Szomorú. Egy ilyen csinos árja lány, keveredve zsidókkal. Igen. Te jó barát vagy. Nem tehetnél valamit, hogy... Tudod, hogy a pénz beszél. Nem a szavak. Anglia és Franciaország fenyegetőzését, miszerint belépnek a háborúba Lengyelország oldalán, a Führer hazugságnak, a nemzetközi zsidó konspiráció vélt fegyverének nevezte. A lengyeleknek a Führer szerint meg kellene érteniük, hogy a német nép arra irányuló kérése, hogy a tőle elkobzott földterületeket adják vissza, jogos. Ugyanakkor varsói hírforrások szerint a háború kiterjesztése kérdéses, és tovább folynak a tárgyalások Danzig és más határmenti városok hovatartozásáról. Lengyelországban együttérzik. Lengyelország is kell neki. Mama, miért állnak szóba vele, amikor tudják jól, hogy hazudik? Aki fél, az könnyen álltatja magát. Hát igen. Igen, mi is átadjuk magunkat, mint a lengyel kormány. Ez a patkány azt mondja, hogy Karl Buchenwaldban van. Oda megyek. Nem engednek be hozzá. Azért megpróbálom. Hát, ha mégis. Van remény, hogy kiengedik? Müller szerint nincs, de én elmegyek. Itt hagyom Berlint. És hol van még? Még nem tudom. Rám nem fognak lecsapni az utcán. És anyád meg Anna? Nem könnyebb nekik, ha itt vagyok. Ugye te törődsz majd velük? Szerinted elárulom őket? Nem, dehogy. Nem. Ez nem árulás. Miről beszélgettetek? Karl nevét hallottam. Nem róla, mama. Bárcsak itt lehetne. Mennyivel könnyebb lenne együtt, meg a papa is. Apa jól van. Dolgozik egy kórházban. Rudi, kikérdezel? Persze. Újabb zsidókra vonatkozó rendszabályok lépnek életbe holnaptól, amelyek minden Németországban és Ausztriában élő zsidóra nézve kötelezőek. Menjenek a francba. Ezzel a zsidók nem segítesz. Megkönnyebb. Na akkor kérdezed az évszámokat? Zsidók jó. Nem tölthetnek be 1521. állást állami hivatalban. Von Szibirodalmi gyűlés. És nem jogosultak állami támogatásra. 1618. Kezdődik a 30 éves háború. Korábban a kormány alkalmazottai 1776. Voltak, amerikai forradalom. A zsinagógák 1814. legyőzik Napóleont. Örülök, hogy szorgalmasan tanulsz, Anna. Mert bármi történik, és az élet megy tovább.
Tudod már, hogy hova mész? Mindegy, csak ne találjanak meg. Mi lesz veled? Tedd ezt jól. Jól jöhet még. Megírod majd, hogy hol vagy? Nem ígérem. Anya, ne aggódj miattam. Nyugtasd meg. És foglalkozz Annával. Sokszor fárasztó, de jó gyerek. Kandi. Kárnak üzenem. Vagy fogunk mi még találkozni? Szervusz, Inge. Szervusz, Rudi. Vigyázz magadra. Lengyelország, 1939. Folyik itt. Áruló. Thank you.
fejetlenség, kapkodás. Túl gyorsan feladták a lengyelek. Olyan gyorsan lerohantuk őket, hogy berendezkedni sem volt időnk. A célt kellett volna világossá tenni. Meg tudja mondani, hogy mi a cél? Európában megszüntetni a zsidó befolyást. Hatalmas területek szlávokkal való benépesítése. A lengyelek, oroszok és egyéb szlávok munkaerőként való... Ez mit jelent a gyakorlatban? Elszegényítést, kilakoltatást, száműzetést, sterilizálást, lemészárlást? Mit ír erről a Führer? Nyilvánvaló, hogy milliók megsemmisítése szóba sem jöhet. Nyilvánvaló? De el lehet szigetelni. Vesztek zárva. Rászolgáltak a zsidók, hogy üldözzék őket? Hogy? Mondja, Dorf, mennyit tesz maga meggyőződésből, és mennyit megalkuvásból. Ez már pszichológia, úr. Hiszem-e, hogy a zsidókat ki kell iktatni a társadalomból? Hát hogy ne? De a faj elmélet úgy, ahogy van badarság. Mert a zsidók és az áriák réges-rég keverednek. Akkor viszont miért akarunk megszabadulni a zsidóktól? Nézzük gyakorlati oldalról. Az antiszemitizmus a kapocs, ami összeköt bennünket. A keresztények sok mindenben nem értenek egyet, de egy dologban igen, és ez a zsidó gyűlölet. A zsidók nem szolgáltak rá a gyűlöletre? De igen. Krisztus gyilkosai, kutak mérgezői, a sátán ügynökei, keresztény gyerekek lemészárlói. Lehet, hogy Himmler elhiszi, de mi tudjuk, hogy ez középkori maszlag. Hazugság. De politikailag hasznos hazugság, ami már korábban is bevált. Tehát az ideológia, vagy a régi hagyomány kéz a kézben halad a modern politikával. Pontosan. Mit gondol, miért nincsenek ellenfeleink? Miért olyan lagymatagon tiltakoznak a franciák és az angolok? Mert a lelkük mélyén csodálnak bennünket azért, ahogy a zsidókkal bánunk. Milyen szót használt az elkülönítésükre? Vesztegzár. Elszigetelni a többi embertől. Itt kezdjük el. Erre, keleten. Építünk gettókat, és bezárjuk őket. A gettó szó nekem nem tetszik. És mit javasol? Autonóm zsidó területek. Autonóm zsidó területek. Hoppás. A gettó végleges megoldás lenne? Inkább csak a kérdés megoldása felé az első lépés. Hát teljesen összezavarja az embert, ahogy a szavakon lovagol. Heydrich mindig a legszebb nőkkel táncol. Ismeri? Ismerem, mivel az én feleségem. Oh, nem hiszek a szememnek. Kurt bácsi. Ez aztán meglepetés. Nem tudtam, hogy Berlinben vagy. Csak rövid időre. Te mondod, hogy meglepetés? Hát mit szóljak én? SS tiszt lettél. Ezt nevezem. Nagyon alacsony rangú tiszt. Te mit csinálsz? Szerződtem a hadsereggel. Ez jó alkalom, hogy beszéljek a tábornokokkal, mert egyébként úgy sem érnek rá. Apa, hogy örülne, hogy itt találkozunk? És milyen büszke lenne. Márta, ha lehet, még szebb. Egyre jobban szeretem. Ez már nem is szeretet. Imádat. Vagy nem tudom. Látom, a főnököt csodálatát is kivívta. Pedig egyáltalán nem kacé. Márta kacé? Épp azt mondom, hogy nem. Nagyon megtisztelt, tábornok úr. Nekem volt megtiszteltet is, asszonyom. Gratulálok a feleségéhez, az operába is el kell jönniük. Ó, Kurt bácsi! Ó, igen, bocsánat, tábornok úr, a nagybátyám Kurt Dorf. Nagyon örülök, uram. Kurt Dorf, igen, igen. Von Breihitsch tábornok vette fel, polgári alkalmazott. Az útépítést vezeti, az új területeken. Igen. Nem feltételeztem, hogy ilyen jól értesült az útépítők tekintetében is. Megbocsát. Erik, fel kéne kérned Eichmann feleségét.
Emlékszel, milyen kedves volt Bécsben? Igazad van. Kurt bácsi, ugye felkéred Mártát? Ugye elnézed nekem, de inkább nem táncolnék. Rettentően kifáraszt a mászkálás a poros utakon. Igyunk pezsgőt. Rád, Erikre és a gyerekekre. A legjobbakat kívánja az aglegény nagybácsi. Nagyon jól esik. Rokonszemves ez a Heydrich. Nem ilyennek képzeltem. Mit is mondtak róla? A halál istene. Jaj, de szörnyű. Ki mert ilyet mondani róla? A politikai ellenfelei. Kurt bácsi, ő egy tehetséges, mélyérzésű ember. Lehetett volna belőle hegedű művész is, de ő Németországot választotta. Nyilvánvalóan értékes ember. Szeretik szidni a rendőröket. Ő nem rendőr. És Erik sem az. Nem szabad szóba hoznom a politikát. Nem hiába maradtam civil. Hogy te milyen csinos vagy. Szerencsés ez az Erik. Feleség, gyerekek, karrier. Könnyen ment. Együtt az új Németországgal. És veled? Hát tudod, nem vagy valami lelkes. Ugyan már, ne mondj ilyet. Tudom, mennyit köszönhetünk a Führernek. Nincs munkanélküliség, nincs sztrájk, nincs infláció. Ha békét kötünk a franciákkal és az angolokkal, kész Kánoán lesz. Mintha Eriket hallanám. Annyi a különbség, hogy ő egyenruhában mondja, te meg így. Istenem, Márta, hogy te milyen aranyosan tudsz magyarázni. Egyébként, tudod mit? Fáradtság ide, fáradtság oda. Szabad egy táncra? De mennyire, hogy szabad. Varsó. A csomagokat tegyék a targoncára, a lővi úr vigyáz rájuk. 10 lesznek egy szobában. A podgyászt bízzák lővi úrra. Ő készíti a beosztást. A peron végén várakozzanak. Karsa nevem és Rabbi vagyok. Jó napot. Csoda, hogy mindenki túlélte. József Weiss vagyok, a bátyám Mózes, a varsói zsidó tanácstól. Hogy élnek itt? Hát azt nem mondom, hogy földi paradicsom, de ki lehet bírni. Abban a vagomban meghalt egy gyerek. Az anyja nem száll le. Ugye tudja, hogy nincs remény? Miért? Csak alszik. El kell temetni tisztességgel. Mindnyájan visszatérünk oda, ahonnan indultunk. De hát jól van. Adja ide a picit. Ne nyújjon hozzá, menjen innen, ne bántsa! Hadd maradjon nála egy kicsit. A temetést nem lehet halogatni. Asszonyom! Segítene! A hölgy bekíséri magát a városba. Jöjjön! Segíteni szeretnék. Vigyük el együtt a babát. Semmi baj. Úgy. Semmi baj. Jól van. Isten áldja meg magukat.
Nem mondhatom, hogy kedvemre való ez a munka. Eldönteni, ki kap ennivalót, ki kap szállást, ki él és ki haldoklik. Valakinek meg kell csinálnia. Az emberek elfogadnak téged. Felnéznek rád. Igen. Én már gyerekkorunkban is, amikor itt játszottunk a vagonok közt, nagyon felnéztem rád. Te voltál az okosabb. Mondd csak, emlékszel, amikor megnyerted a kémia versenyt? És az igazgató nem akarta nekem adni a díjat. Az, mert ahogy mondta, izraelita vallású. De te elloptad az irodájából az oklevelet és az 50 zlotit. Emlékszel? Igen. Hát igen, és apánk, meg a lepusztult drogéria. Ragaszkodott hozzá, hogy én vegyem át, mert én voltam a buta gyerek. Mi más tehettél volna? Igen, igazad van. Semmi mást. Eleget bántottalak. Akaratlanul. Én nem azért mondtam. Tanítattak, mindent megkaptam. És levelet is alig írtam neked. Volt neked éppen elég. Feleség, család, munka. Bocsáss meg nekem. A gyerek ott volt a bevonulásnál. Sokat látott, de nem nagyon beszél róla. Becsületesen megugrasztottátok a lengyeleket, hallom. Jók a fegyvereink. Úgy látszik, én öregnek számítok. A frontvonal mögé osztottak. Átkerültem Buchenwaldba. Buchenwaldba? Őrség, irodai munka. Szívesebben mennék a frontra, mint Hans, de hiány van a börtönben. Azt mondtad, Karl ott van. Tényleg? Igen, miután elvitték, azt mondtad, hogy majdnem mindenki oda került. Elképzelhető. Ugye? Megteszed, hogy megkeresed. Megtudod, hogy van. Inge, ott legalább 10 000 rabot tartalak fogva. Hát, és még megtalálhatod. Karl Weiss Berlinből és festő. Biztos, hogy jól van. Jobban, mint Lengyelországban lenne. Mondd el neki, Hans, mit csinálnak ott a zsidókkal. Azt mondják, elég durva. A szakállas öregekkel kezdik, kihajtják őket a városi főtérre. És én azt mondom, romlani fog a zsidók helyzete itt, Németországban is. Mivel a franciák meg az angolok ellenállnak. Egészen nyilvánvaló, hogy a zsidók hergelik őket. Ezek miatt itt még megütjük a bokánkat. Inge szíven, Müller nem beszél a levegőbe. Jobb lenne, ha az anyósod és a lánya elmennének. Nem. Ugyanúgy a családom tagjai, mint ti. De hát bajt hoznak mindnyájunkra. Szökevények rejtegetése, paktálás velük. Nem jó pont. Verd ki a fejedből, hogy elmész utána. Miatta van minden. Nem ezt vártam a családomtól. Te beszélsz. Te, aki zsidót hoztál a családba. Aljas. Aljas. A Führer boldog új esztendőt kíván a birodalom minden polgárának, s egyben ígéri, hogy az 1940-es esztendő meghozza a sikert az Anglia és Franciaország elleni háborúban. A Führer kijelentette, nincs további területi igénye Európában. Semmi más. Mama, játszik valaki a zongoránkon, mit gondolsz? Az öreg Besteinen. Istenem. Nehéz elképzelni. Helyten, doktor, nem hiszem, hogy tud zongorázni. Törjön el az ujja annak, aki hozzáér. Apának? Ha nem is küldöm el. Mindjárt itt az új év. Talán az jobb lesz. Nem is adjuk fel a reményt. De hideg a keze. Tudom, mindig hideg. József szerint kékvérű vagyok. Mind vitatkoztatok? Valami apróságon. A szüleid ki akarnak tenni. Talán befogadna minket Annával. Józsefnek egy régi betege. Tudhatnád, hogy apa betegeit már mind börtönbe zárták. Anna, kérlek. Reménytelen a helyzet.
Karl börtönben. Rudi elmenekült, semmit sem tudunk róluk. Apa Lengyelországban, őt is elhurcolták. Mama, te nem veszel erről tudomást. Leveleket írsz, emlegeted a papa betegeit. Ezzel nem ártok. Mindig úgy viselkedtél, mint aki különb a többieknél. Tanult, intelligens. Mint akit nem bánthatnak a nácik, és a gyerekeit sem. És mi lett? Nézd meg, hova jutottunk! Anna, ne légy igazságtalan. Szilveszter van. Ki tudja, megérje valamelyikünk a következő szilvesztert. Ne bánsd a mamát. Tudod, mennyire szerettitek el? Nem. Bátyádat a papát. Leveleket ír és reménykedik, hogy tartsa benned a lehet. Hazugság az egész. A remény segít, hogy bírjuk valahogy. Anna. Édese, drága kicsikém, ne sírj, ne sírj. Rudi haragudna érte. Ő nem szereti. Rudi jelentkezni fog. Érzem, Rudi elvisz minket innen. Nem. Anna. Elég volt, ha hazudod. Anna. Elég volt, elmegyek én is. Ne engedd. Anna, várj, gondolkodsz. Hova mennél, hiszen pénzed sincs. Rudi más volt, ő férfi. Hadd békén, és ha nincs pénzem, nem érdekel. Anna, maradj. Ilyen. Tele van az utca rendőrökkel, hazaküldik. Ne bántsanak, szeretnék hazamenni, szeretnék. Hadd menjek.
tehát Franciaország, Hollandia, Belgium, Norvégia, Dánia, Ausztria, Csehszlovákia és Lengyelország nagyobbik fele egy új Európát alkot. Azoknak a francia állampolgároknak, akik nem tanúsítanak ellenállást és nem tartoznak a bolsevik zsidókhoz, nem lesz bántódásuk. A Führer megerősítette, hogy... Na igen, az oroszok még hátra vannak. Velünk mi lesz? Én honnan tudjam? Vinnének inkább a bányába és lőnének agyon. Ne mondj ilyet. Azt mondják, egy gazdag gyerek kijutott. 5000 svájci frank. Ennyit fizetett érte a felesége. Felesége? Én egy éve nem láttam az enyémet. Úgy, mint mindenki. Ha már szóba került. Tetszik? Micsoda ötlet? A pénz miatt, nem azért. Egy eszeszőrmester megveszi a barátnőjének. Roskenyér, ez pluszba adta. Törj belőle! Milyen alapon? Neked is kevés. Törjél! Eldugni! Nyelve! Fütyülök rá! Weiss! A varakban tilos enni. Hagyj békén! Rosszabbak vagytok, mint az eszeszek! Úgy csinálsz, mintha te nem volnál zsidó. Nem érdekel, csinálom, amit mondanak. Kenyeret eszünk, nem bírod látni? A doktor úrfia Berlinből, ugye? Engem akarsz tanítani? Ide azt a kenyeret! Mi van veled, Merlik? Látod a nevét? Hát, ha bolond leszek! Megőrültetek! Zsidó, veri a zsidó! Mit akarsz? Ide adni! Kenyeret! Nem kapod meg! Te árulod, te nyomorult! Nyomorult, árulom! Add ide! Kár, megcsinálod! Áj, mit csinálsz, te gazember? Jaj, te rohadék! Te nyomorult! Eszel itt? És veregszel? Az őrséget? Ő nem tehet róla, én csempésztem be a kenyeret! Papa be! Inge. Inge. Nem összél, az is fáraszt. Megmondanám nekik. Győztetek. Csináljátok velem, amit akartok. Öljetek meg. Nézd, Weiss. Én nem vagyok vallásos. De megjegyeztem, amit a rabbi mondott, mielőtt elvittek. Aki életben marad, az... Felír egy szentséggel. Én nem akarok élni. De igen. Sírja lesz, segít. Ne szégyel. Szóval maga Hedrik új embere. Üljön le. Hedrik szeme és füle. Az a dolga Varsóban, hogy engem figyeljen. Úgy tartanak számon, Hans Frank, Lengyelország nagyhangú főkormányzója. Én arról tudok, hogy tisztelik önt. Mint az ördögöt. Ide laktak, mert jó ügyvéd vagyok. Rengetegszer hoztam ki a börtönből Hitlert és Göringet annak idején. Tudom, hogy ön sokat tett a pártért. A szakképzettségem szerint én is jogász vagyok. Ne mondja! Úgy látszik, Heydrich, javítani akar a színvonalon. Nem fogja elhinni. Sokat hallottam magáról. Maga valóságos nyelvújító. Heydrich utasításait hajtom végre. Ugyan, már tudom, amit tudok. A büdös Varsó magától származik. Autonóm zsidó területek. Ami nem más, mint egy fallal körülvett ganételep. Mi csak azt kértük, hogy építsenek falat a gettó köré. Az utasításunk úgy szólt... Az utasításaikat egyszer próbálják meg végrehajtani. Az az átkozott fal. És Heydrich csak úgy zúdítja rám a zsidókat. Kosz, fertőzés, korrupció, német, lengyel, cseh, osztrák zsidók üléke. Ez az autonóm zsidó terület. Tudom én,
Ezeknek el kell tűnniük. Eltűnni? Hiába vágja ártatlan képet, átlátok magán. Ilyen tervről nem hallottam. Nekem kéne elvégeznem a piszkos munkát. De persze úgy, hogy az utasítás nem mondja ki. Ugyan már mit tud maga. Pelenkás volt, amikor már a párt jogi irodáját vezettem. Igen, Heydrichnek van dossziéja a jogi ténykedéséről. Igazán? Érdekes megjegyzések. Erős igazságérzet. Tiltakozás Ernst Böhm halála ellen. De a Führer lehet, hogy nem csak ezért nevezte ki lengyel kormányzónak. Úgy hírlet, hogy maga egy újabb talpnyaló. Lehet, hogy mégse. Mit építenek itt? Szerintem körbefalaznak minket. Hat kilométer hosszú kőfal. Mi belül, a lengyelek kívül. Kész börtön. Nem sokára úgy fog kinézni Varsó, mint egy hatalmas gettó. Szerintem a gettó nem biztos, hogy rossz. A fő, hogy lesznek iskoláink, kórházaink, hivatalaink. Elfogadnak. De meddig? Ezt hogy érti? Meddig fogadnak el minket? Meddig tűrnek meg több millió szegény zsidót? Nem az a dolgunk, hogy vitatkozzunk, hanem hogy együttműködjünk. Szervezzük a munkát, az elszállásolást. Vannak tapasztalataink a munkáról. Halálra dolgoztatnak, agyonvernek, lelőnek. Így van. Bizonyíthatom. A Reszovi gettóban a zsidó tanács nem teljesítette az előírt munkát. És felakasztották őket. Muszáj együttműködnünk. Lengyelországot elfoglalták. Azok lettünk, amik mindig voltunk. Áldozatok. Miért van ránk szükség, ha csak végrehajtunk? Itt mi tartunk rendet? Elhallgathatjuk a hővölgőket, nyakaszkodókat. Butaság szembeszegülni. Butaság. Azért kell imádkoznunk, hogy ne legyen rosszabb. Eleinte nem látszott rajta, de most már több hónapja, hogy nem szólt egy szót se, és nem ismer meg senkit. A történtek miatt. Igen. Ön szerint miben segítetek? Gondoltam, talán van olyan terápia, vagy szanatórium, ahol kezelnék. Lehet, hogy tudnék valamit. Nővér, lenne egy beteg Hadamarba. Szóljon oda. Hadamar? Igen, egy idegszanatórium. Ön szerint ott jó helye lesz? Hogyne. Már amennyire háborús időben ez lehetséges. A mai napot itt töltheti a sóhornője. Intézkedünk az elszállításáról. A holmiát ráér holnap behozni. Anna? Megismersz? Meglátod, sokkal jobban leszel. És akkor meglátogatunk a mamával. Megígérem. Egy pillanat még. Nem tudom, jól döntöttem-e? Legjobb szakorvosra bízni az ilyen panaszokat. Üdvözletem az anyósának. Köszönöm. Anna, szervusz!
együttérzéssel tudatjuk, hogy leánya, Anna Weiss elhúgyt. Nem szeretném még egyszer hallani. Minden lehetséges megtettünk a gyógyulásért, de ő megtagadta a kezelést, az orvosságokat kiköpte. A halál oka tüdőgyulladás és alultápláltság. Tekintettel az országban uralkodó állapotokra, ahol testet elhomboztottuk, és a hombakat eltemettük a kertben, a szanatórium mögött. Mama, lehet, hogy jobb neki. Nem tudhatjuk, hogy egyáltalán meggyógyult volna valaha. Drága, jó gyerek volt. Prága, 1940. A zsidók a jövőben nem kapnak ruhautalványt. Minden új zsidó lakos köteles azonnal jelentkezni a rendőrségen. Minden zsidó köteles kitűzni a megkülönböztető sárga csillagot lakáson kívül. Zsidók nem vehetik igénybe a tömegközlekedést. Nem látogathatják a könyvtárakat. Zsidó gyerekek nem járhatnak állami iskolába. Tilos eladni táskát, hátizsákot, bőröndöt és bőrárut zsidóknak. Zsidók nem járhatnak az utcán hátizsákkal és bőröndel rendőri engedély nélkül. Árjáknak szigorúan tilos zsidókkal kereskedni. Állj! Maga a hátizsákkal! A hátizsákot! Ne adja oda! Hallja? Mert visszakérem. Mi? Az enyém. Csak még nem fizette ki. Adja vissza. Adja akarta vissza. Venni? Igen. Éppen azelőtt, hogy kitették az új rendeletet. Na, mit gondol, mikor jár jobban? Ha kifizeti és elkobozzák, vagy ha visszaadja. Menjen hátra. Miért csinálta? Mert bajban volt. Ugye maga nem cseh? Német vagyok. Zsidó. Hogy kerül ide? Elszöktem. A nevem Rudi Weiss. Az enyém Helena Zlomova. Istenem, de régen fogtam meg lány kezét. És merre tovább? Nem tudom. Bocsánat. Ugyan már nekem jó volt.
Tiéd a bolt? Az édesapámé. A szüleim Lengyelországban vannak. Ahogy pontosan hol, azt nem tudom. Mi volt a bűnük? Apámról azt mondták, cionista ügynök. Ja, tudom. Ugye, ők akarnak Palesztinába menni. Miért neve? Berlinben is voltak, de nem sokan. Szakállas öregek, dobozcsörgető pajaszos gyerekek. Zárjon be, Helena! A Gestapo ellenőrzi a boltokat. Köszönöm! Megyek! Gyere! Erre! Régóta kóborlok. Jó, hogy rád találtam. A hátizsáknak köszönheted. Van udvarlód, vagy rokonod, aki kérdezősködne róla? Senkinek semmi köze hozzá. Tudod, én rendes lány voltam. De ki tudja, meddig élünk. Helena Szlomova, aki megmentett egy hátizsákkal. Egyre nehezebb a helyzet. Láttad a falragaszt, amit kitettek? Még több embert hurcolnak el, úgy, mint a szüleimet. Te mit tervezel? Még nem tudom. Elmennék valahova innen. Palesztinába. Lenne rá mód. Gyere velem. Iratok nélkül, pénz nélkül. Idáig is úgy jöttem. Én csak hátramozdító lennék. Meglátod, milyen jól tud esni egy marharépa. Tudod, mindennél szörnyűbb egyedül lenni. Apámat elvitték. A bátyám börtönben. Anyám és a húgom, lehet, hogy őket is becsukták Berlinben. Kell valaki, akihez szólhatok. Szénakazalban alszunk, ennivalót lopunk. Nem túl csábító. Jobb, mint itt maradni és lesni, hogy mikor jönnek az emberért. Kiskoromban a Héber iskolában olvastunk Ruthról. Az kicsoda? Elég, ha annyit tudsz, hogy azt mondta. Ahova te mész, oda megyek én is. Magyar hangok. Ismari, Rajhona Ádám, Laskó Péter, Gálti László, Pápai Erika, Bartuc Attila, Gubás Gabi, Cvetkó Sándor, Papp Vera, Perlaki István, Fodor Tamás, Surányi Imre, Csankó Zoltán, Turgonyi Pál, Barga T. József. A magyar változat munkatársai. Hangmérnök és vágó Traub Gyula. Gyártásvezető Vácz Zsuzsanna és Csoma Ferenc. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Jankovics Krisztina. A szinkront a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Vox Trade Kft. Készítette. Produkciós vezető Füredi Vilmos.